Sziasztok, sziasztok, itt egy Miharu, és ez itt egy... Galaxina! Ez egy Galaxina, és úgy döntöttünk, hogy együtt fogunk leveleket, csomagokat mondogatni. Úgyhogy mivel hozzáérkeznek ugye a levelek és csomagok, tehát átjöttem a levelekért nagyjából időben, de azért... Na, mondjuk, hogy időben átjöttem. Van két levél, és egy csomag! Úgyhogy kezdjük a levelekkel, utána meg a nagyobb ugye kibontással, amivel el fogok szórakozni. Úgyhogy lesz egy csomag. Na, volt egyszer egy magyar Natália, már előre azért kibontottam, nem néztem még bele, de kibontottam előre, hogy azért az a ne szórakázzunk olyan sokat. Na, magyar Natáliától jött Kötegyámból, és felhívom a figyelmet, hogy megint a posta sérülten érkezett, rá van írva. Sérülten érkezett, és ugye itt ki is szakadt, tehát le is bélyegezte maga a posta, hogy ott ki is van szakadva. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy az én leveleimet mindig így nagyon szeretik kibontani, vagy én nem igen, tudom, hogy... valaki érzi, hogy van benne valami, és megpróbálja kihalászni, hát ha érdekes. Igen. Úgyhogy nézzük, mik vannak benne. Ó, ez egy hűtőmágnes. Ez egy hűtőmágnes. De jó. Miharu Channel van ráírva, és egy ilyen hűtőmágnes. Saját készítésű. Amit még nagyon szeretek. Jó, most én hippinek vagyok beöltözve. Mondjuk egy hippinek. A Galaxina, ő meg egy macskának. De neki jobban áll, mint nekem. Nem vettem fel a fekete macska füleket. Ja? Azok arra vannak, a cicakvilek. Én most hippi vagyok. De a hippi... És egyébként mindketten Miharu parókájában vagyunk. Igen, mindketten az én parókában vagyunk. Külön-külön. Ez mind az enyém. Ikerparókákat rendeltem. Tehát, hogy... Mert itt nála ugye bármit rendelek, ide megérkezik. Tehát inkább ide. Ezt a postát is most jött átvenni. Igen, ezt is most jöttem. Ah, kaptam még ilyet. Hippi szalag. Most már hippi leszek. Esküszöm. Gumikajkötő. Hippi szalag. Már ugye mert mondtam, hogy gyűjtöm őket. Aha. Aztán hát így felveszem, így végig. Alig várom. Na, van benne sok-sok levél. Papír. Visszateszem, jó? Igen, tedd vissza. Megnézd, hogy ó, kaptam még egy rajzot. Ó. Ez egy Miharu. Ez Castiel. Ez egy Castiel. Ez egy Miharu Castiel. Jó, hátulról láttam csak vörösben. Ez egy Miharu Castiel. A vörös haj az vörös haj, hát na. Igen, tehát... igen. Na, azt mondja, ezt nézd meg először. Egyes számú boríték, vagy levél, ugye? Ó! De jó, azt mondja, Miharu Csanya, szia, Miharu, te vagy a kedvenc vidisem, szerintem te nagyon kedves, vicces, jófej lány vagy. Jaj, de jó. Milyen szép szín van, tehát ugye színátmenetes lett a kiírás is. Ezt kaptam. A szívecske is szivárvány színű, de még itt a kiírás is. Igen, az írás is színes, az is tehát, színes. Hogy ott az. És olyan egymásba átfolyóan, tehát olyan szivárvány színűen csinálta. Igen. A végén most a színűen, de... Jól néz ki, nagyon. Na ez volt az egyes szám, ugye? Ezt nézd meg másodszor, oké. Hűha, ezt nehéz volt ezt elolvasni. Kicsit nem betűs. Tudom, nem a legjobb. Kapsz egy meglepetést, és remélem megkapod. A meglepetés volt a hűtőmágnes és a karkötő. Az a meglepetés. Remélem, hogy ha más is a raktál más is bele, akkor légy ezt. De várjál, lehet, hogy le van írva. Lehet. Na, olvassuk. Na, de igen, kaptam egy rajzot. És a másik oldalán meg... Ugye... Nagyon világos betűkkel van, még alig látszik a izén is, tehát... Na, megpróbáljuk felolvasni. Igen. Azt mondja, hogy szia Miharu! Már egyszer írtam neked 2014-ben. Ja! Oké. Okay. Tovább néztem a csatornád. Azt mondja, mindegyik videód nagyon tetszik. De a legjobban a csábításból jeles videód tetszenek. Szeretnék kérdezni valamit. Csinálsz egy jégvarázs inspirálta outfitet, mármint jelmezt. Én még ezzel soha nem gondolom. Nekem nem állna jól, szerintem. Ugye a jégvarázs inspirálta az azt jelenti, hogy nem konkrétan lemásolod, ja. Csak mondjuk
Például ugye akár a fajorásza is annak számíthat, vagy csak az, hogy egy utcai ruhát, vagy mit tudom én, a páncélos elsza. Ja, páncélos volt maximum, de... De elszállt azért nem, mert a szőkehaj nem fog. A szőkehaj az nem áll jól. Úgyhogy elszállt nem. Annát még talán. Tehát, az vörös. Igen. Páncélos harcos Anna. Páncélos harcos Anna? Esetleg az talán egyszer. Na várja, hol tartottunk? Várjunk. Jelmezt, azt mondja, nagyon örülnék neki. Nagyon cuki a kutyid. Most ő nincs itt, de cuki. Azt mondja, hogy... ja? Mi ez? Segítség? Lesz még. Ja, lesz még. Mersz vagy... Mersz vidid? Persze, természetesen lesz. Már csak 3000 feliratkozó kell, és akkor meg lesz a 20000. De akkor... De már kinéztünk egy challenge-et hozzá. Kinéztem egy challenge-et hozzá, amit... Szerintem senki nem fog kérni. Valószínűleg senki nem fog kérni. De én ezt ma megláttam. És azt mondtuk, hogy muszáj. Hogy én ezt be fogom vállalni. Durva lesz. Mm-hmm. Nagyon durva lesz, de én bevállalom. Szerintem mm-hmm. durva. Vagyis annyira nem gáz, de a kulturális felfogás szerint durva. Tehát ugye a mai felfogás szerint. Na, szóval. Itt Európában. Itt Európában. Máshol ez normális teljesen, sőt. Még Amerikában talán még nem. Tehát, hogy szerintem. Hát. Na. Nagyon jó volt, főleg a mustárral fogmosás. És ha lesz, itt van néhány ötlet, mármint öt. Forog 20 másodpercig, és nézd le a lábadhoz. Ez nem is a rossz ötlet. Azt mondja, találj ki 7 másodperc alatt egy szót, és annak a jelentését is. Aha! Egyél meg egy kekszet 3 másodperc alatt, most fogad ketchuppal. A harmadik a majonéz lesz, ugye? Ja, vagy mind egyszerre. Ja. Azt mondja, hogy... Sőt, kopit is kérsz hozzá? Azt mondja, írd a homlokodra tükör nélkül, hogy miharu. Ez nem rossz ötlet. Aranyos nagyon. És hogy... És még egy ötlet. Tangóz csibikével. Szegény szerencsét, hogy mindig azt mondja, tudsz majd valakivel közös vidit csinálni? Persze. Azt mondja, Szefi Stúdió, vagy Anna, Follow Vanna blog, vagy Móni szépségvilága. Hát még nem vettem fel velük a kapcsolatot, de nagyon jól sminkelnek. Tehát, hogy uh-huh. Azt hiszem Szefi Annával csinált közös videót, vagy kivel? Aha. Azt hiszem, nem tudom, de mindegy, a csajszom... Nagyon iszatosan jól sminkel, tehát, hogy engem is kisminkelhetne, mert valami iszatosan jól csinálja. Meg a Móni szépségvilága, azt hiszem, ő meg ő talán csak adott, azt hiszem, nem láttam tőle videót, de valaki már tudom, hogy mesélt róla, és ő is nagyon jó. Tehát, hogy uh-huh. tényleg jó. Ami volt más valaki, az Annán kívül volt még valaki. Nem Anna volt a... Nem tudom. Na mindegy, de jó, de ügyesek, tehát, hogy... Uh-huh. Vagy nem az Anna sminkel. Az Anna is sminkel. Próbált megérhet egyébként felvenni arra a kapcsolatot. Aki azt tudom, hogy aki Szefivel volt együtt, az sminkes, és ez nagyon jól csinálta. Már nem tudom ki, de nagyon uh-huh. ügyes volt. Felsorolás mellékét ott van Szefi is. Ja, hát Szefivel nem tudok, ugye Amerikában van, tehát logikusan. Igen, az már nem egyszerű, most már. De a többiekkel lehet, hogy könnyebben, ha itt élnek Budapesten, akkor könnyebb. Persze. Na, hát megcsaljászik biztos tök jó fejek, tehát, hogy... Ja. Na, mert nem gondolom, mivel te is ismered őket, mint videósok, valószínűleg jó fejek, és azért van ennyire jongójuk, mert hát jó fejek. Mert jó fejek, igen. Mert jó fejek. Általában, hogyha az ember nem jó fejek, akkor azért nem szeretik annyira. Hát akkor nincs is azért olyan sok követője, tehát ezek szerint nekik van sok. Sok. Tehát, jóval több, mint nekem, mert én nem régóta kezdtem el. Nem tudom, mert ugye én igazából... Én nem tudom, én sem. Tehát nem nagyon követek videósokat, mert nincs rá időm. Tehát így... Én se, de biztos, na. Tudod, de majd megnézem. Én inkább cikkeket írok. Igen, ő cikket ír, én meg sikítozok. Na, várok. Faj. Azt mondja,
Lehet, hogy csak Szefivel, meg esetleg Annával sikerül. Móni szerintem nem elég messze... Ja, már nem mondom, hogy már oké. Okay. Elég messze lakik tőled. Melyik a kedvenc? Hát Szefi is elég messze lakik most már. Most már ő lakik a legmesszebb eddig. Igen, Amerikában. Azt mondja, talán akkor Anna. Anna. Uh-huh. Azt mondja, hogy oké, okay. Azt mondja, melyik a kedvenc sorozatod? Azt mondja, ha van. Ja, ha van. Nem nézek sorozatot, az gáz. Hát aktívan nem, de néha napján egy-kettőt megnézem. Most is arra készülünk? Most, ja, Krisztával szoktam dramákat nézni, korai drámát. Egyébként meg nem. Én csak vele nézek, tehát... úgy, hogy leülök, és akkor úgy nézek egy bármilyen sorozatot, tök mindig. Hogy a Darús meg... A Darús. Így jártam anyátokkal, nem, meg ízik, az nem. A Darús, azt megnéztem. Az egy jó sorozat. Az egy jó sorozat. Ez egy ilyen régi angol humor. Tehát, igen. Azt érteni kell. Hát nem feltétlenül az, hogy érteni kell, de nagyon cuki. Na, szóval mi a kedvenc játékod? Nehéz válaszolni, most a LOL. Most éppen. Azért nem ajánlózol velem. Lehet. De amikor fejlegesít. Tehát, hogy akkor nem... Akkor már abban a percben így ütném keresztül a képernyőt, hogy... De egyébként nem. Na, melyik a kedvenc epizódod a Sávításbügyeles... Gyeresen. Epizódom? Az még nem jelent meg. Az még nincs kész. És... kész van. Várjunk. A következő. Mikor ott alszunk az Ethaniel-nél. Na, az egy jó rész! Azt a képet láttad? Nem, még nem. Na, hova tekem időm ilyesmire? Mostanság cikkeket írtam. Ja, igaz. Majd megmutatom neked, tehát a következő résznél ott alszunk Ethaniel-nél, és jó lesz. Jó. Alig várom már, hogy erősek végre. Igen. Hát ez egy... Tudom, hogy játszak a játékkal, csak úgy beléptem néha, és úgy feltéptem a szívokat, hogy gyűjjön, most már... Én is így feltéptem a szívokat, mert nem tettem szívokat. 250 környékén járok most pedig akciópontban. De külföldi szerveren, ő külföldi. Külföldi szerveren, és még nem költöttem el. Melyik a kedvenc, ja ez már volt, epizód, igen, azt mondja, hány éves vagy? Öreg! Szerintem nyugodtan mondd el. 26. Nem nézel ki annyinak. De! Én is táncos. Még hályos disznóm. Hályos disznóm. Igen, azt mondja, hány éve videózol? Hát, már betöltöttem az egy évet. Láttam! Láttam a kamerában, láttam! Mondtam, hogy nem vagy normális, hogy itt öregnek nevezed magad, meg kövérnek, hát nem. Láttam, mit csinált. Láttam. 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 Ha már bocska. Most már átléptem az egy évet. Egy igen. Év és pár hónap, azt nem tudom pontosan, egy év, másfél év. Másfél év, már legalább. Másfél év. De már akkor is videóztál, amikor én bekerültem a csoportodba. Az már másfél év. És én december környékén kerültem be a csoportba, mert akkor kezdtünk el aktívan dumálni. December, akkor most már nyár van, akkor másfél év. Ja. És csak akkor te kezdted el a videózást? Hát ő előtte. A csoportba, előtte kicsit. Nem sokkal. Előtte nem sokkal. Mert én eleve a videó miatt találtam rád. Ja. Ja? Mert mint úgy, jó, személyesen, miután már megismerkedtünk a fotózáson, azután találtam el a videóidra, de akkor már volt egy-kettő. Ja, nem tudom, akkor megrágni, mi nem szólt rám senki? Ne rágni, de papírt, mert nevehető. Ki tudja, a rost. Szonya, hány vidid van? Fogalmam sincs. Nem tudom, hány videó van? Belépsz a csatornájára, megnézed a listát, és lehet, hogy írja valahol összeszámlálva, hogy nekem, összesen X videó. Nekem írja. Neked írja? De nem tudom, hogy másnak is. Nem igen. Tudom, mert meg kell nézni. Mert szerintem írja, mert szerintem PewDie-nak is ki van téve. Mert PewDie, akit követek maximum. Tehát még. Magyarok közül mostanában a The VR-ra vagyok ráállva, mert ők Oculus Rift-tel játszanak ilyen horror játékokat, és az nagyon bejön, amikor sikítottak, mint egy lány. Mint én. Mint én. Igen. Jó. Remélem megkapod. Hát megkaptam. Ennyi volt. Ez. Úgyhogy igen. Úgyhogy köszönöm szépen. De jó. Yeah. Ja, ezt is megnéztük. Ez volt az első. Csak ne keverjem össze a dolgot, mert különben ugye össze-vissza keverődnek. És akkor ennyi volt. Jó. Következő levél. Hát kérem szépen, ő sem egy éppen
nem viharvert állapotú, tehát... Én így kapom meg, ilyen viharvertem. Tehát így... Ki küldte? Jaj, bocsánat, igen. Kovács Nóra küldte Demecserről. Ó. Az nem tudom, hol van. Most így hirtelen, tehát így annyira ismerős és rémlik, de nem tudom. Van Demecser is? Mi én Demecserről tudok? Van Demecser, igen. Tehát, hogy én vével tudok, hogy helyiséget... Demecser. Én Demecser tudok. Vagy lehet, hogy csak rosszul emlékszem, és az ember van? Na mindegy. Lehet. Lekeressük. Jó. De jó, cuki. Na várjál, van valami rájön utasítás? Mert nem mindegy. Itt is van egy ilyen. Gumikarkötő. Hippi karkötő. Tudod, ez a hippi karkötő. Ez hippi, mert ez ráadásul jó színes. Igen. Na várjátok, remélem, hogy jó sorrendben csinálom, vagy nem tudom, hogy van egy sorrend. 1.26. vasárnap. Egy hónapos. Durván. Uh-huh. Jó. Szóval remélem megkapod. Kedves Miharó, remélem megkapod majd ezt a levelet, te vagy a kedvenc YouTube-osom, mert mindig megnevetted, segítséget nyitsz játékokban. Nagyon régóta nézlek, az első videódra tök véletlenül kattintottam rá, mint te. Egy csélyé videó volt. Nem véletlenül kattintottam rá, én konkrétan rákerestem valamire, amire ja? Neked volt videód. Az elfülek. Ja! Hogy kell csinálni elfüleket? Igen! A beszólásaidról én bőrnek az jutott eszembe, Istenem, megtaláltam az ikertesómat. Igen. És onnantól kezdve minden nap megnézem, ha kell, újra és újra a videóidat. Jaj, de cuki! Ott lesz, végigvittem, de a whistleblowerbe még bele se mertem kezdeni, pedig nagyon jó. Majd összepisáltam magam. Nem tudom, miért szerintem idézem. Jó, de szép a fogsorod. Igen, igen, mikor összevisszaállt a fogsorod a karakternek. Hát, de jön valami, és leszúr a picsába. Igen, mikor így hátulról csak úgy leszúrtak. Ez tök gáz volt. Átugrok olyan, mint a... Olyan szinten átugrok. Én nem is emlékszem ilyenekre. Esküszöm, hajok. Nem nézed vissza a videóidat azért. Hát visszanézem annyi addig az eset, hogyha valami rosszul csináltam, akkor valamit ugye megvágom, hogy mit tudom én, nagyon unalmas, vagy valami, akkor megvágom, de egyébként úgy nem nézem vissza, hogy most... Most mit szóltál be, éppen is kinek is vagyok. És akkor, na én most úgy bemérgesítem öcsi sajt. Én nem emlékszem. Esküszöm. Azt mondja, ezt kérlek, vidd be, ne olvasd fel. Még úgy elolvastam, hogy ne olvassam fel. Legközelebb előre írd, jó? Azt mondja, akkor tudja, hogy ezt nem szabad felolvasni. Oké. De most itt elolvasom, addig mondjál valamit. Jó, akkor addig beszélek valamit. Beszélj, jó hangosan, mert... Jó, hogy előre írta, és ott azt a részt ne olvassa fel. Igen, én ezt értem. Ne olvassam fel. Innestől olvashatod. Jó. Akkor addig... addig ezt felolvashatod szerintem, és akkor ezt elolvasom, hogy nem olvashatok fel. Nem jó, mert akkor, tehát, ha én dobálok, akkor arra figyelsz, és nem tudsz, hogy olvasni. Ja. Most szerintem, tudod, mit csinálok egy olyat. Jó, addig csak egy pár másodperc, azt mondja. Oké, elolvastam. Elolvastad? Aha. Akkor nem teszem. Na, innentől olvasatok. 12 éves vagyok, és imádom az animéket, mangákat. Szeretem lerajzolni a szereplőket, vagy csak magamtól, most nem tudok olvasni, magamtól kreálni egy újat. Azt mondja, Nórának hívnak, őrült vagyok, és személyiségileg hasonlítok rád. Sok barátnőm szerint. Most szerintem hamarosodott be a kép, vagy tényleg? Jó kérdés. Lehet, nem tudom. Nem tudom, hogy csinálok. Szoktam. A hippi imázsom. Hippi vagyok. Jaj, köszönöm, kaptam egy... Nézd csak Csibi. Csibike. Kaptam egy Csibi rajzot. Né. Nagyon világos van. Kezdjetek. Csibi rajz. Jó. Várjátok, még van itt valami cukiság. Jaj, majdnem kiesett valami. Hűha. Ja, ezek a kérdések, egy pillanat, azt majd később. Itt meg van valami. De jó, kérdések, külön meg kérések. Na jó, akkor legyen mondjuk a kérések.
Megmutasd meg a képet. És akkor igen, ez egy képet kaptam. Milyen nagy cici lett nekem rajzolva. Már volt, de ez így nekem, alapból nincs nagy, tehát így... De milyen tök jó. Ez egy Five Nights at Freddy's, pervers kártyák, tudod. Amnézia, Sims, Miharu Channel, Chibi és Csabitas Béles. És az igazi hajszínem. Amint ugye a festett igazi hajszínem van a rajzolva. Igen, igen, amivel ismernek téged is. Igen. Nem ez a kis barna. Hippi vagy. Kérések. Oké. Küldenél egy szívet Nórinak címezve? Persze. Nórinak! Nekem ilyen csók a szívem van. Nem is jelenleg fúj. Így jó? Ebben profilkép is lehet. Készítenél Venice Banner 10... Banner? Banner? Banner, jól olvasom? Az Bunner? Banner? Nem tudom. Jó, 16 gameplay-eket? Venice-t már gondolkoztam, de ez lehet, hogy az lesz. Tehát, hogy majd később. De a Banner az nem tudom mi az. Az már megnézem. Folytatod az ott lesztet? Tot. Tartott. Hát az a Wishblower az utolsó részen, tehát hogy nincs több. Majd lesz jövőre, vagy még ebbe az év végén elméletileg. Készítenek egy kettőt. Akkor, ha kijön, akkor igen. Belolvasnod a blogomba? www.worldvideosnoretta.blogspot.hu. Persze, ezt elrakom, és akkor majd belenézek. Most a videót nem húzzuk mi. Most a videót, igen. És akkor kéri... Nem, kérdések, kérdések. Bocsánat, kérdések. Oké, azt hiszem, megoldható lenne, hogy valamikor találkozzunk? Hát ő Konon. Konon biztos, hogy lehet vele találkozni, mert ugye mindig kint van, és nagyon szívesen fogadja a rajongókat. Igen, sokszor órákig tart eljutni egy két perces útnak az egyik végéből a másik végébe, mert annyian jönnek oda. De igen. Ott mindenképpen van rá lehetőség. Kérdőből futok. Már gondoltam rá, hogy lehetne egy ilyet csinálni majd valamikor, hogy kiszúrni egy hétvégét valami adott helyszínre. Azt majd akár Mekiben, de akár mikor elköltöztünk, akkor még ott talán valamennyire hozzánk is be. Ha sokan lesznek, akkor hogy? Ha sokan lesznek, akkor inkább maradjunk valami nyilvános, vagy egy parkban akár. Ja, elmegyünk piknikezni a Margit szigetre. És akkor oda lehet jönni, beszélgetni, mihorról kérdezni tőle, autogramot kérni, fotókat csinálni, akár minden. Ja, meg hülyülünk. Meg hülyülünk, igen. Felveszem majd videóra. Szóval majd... ilyen hogy szokták ezt hívni, ez a... Még a nagy sztárok csinálnak simogató. Ilyen... Az ilyen rajongói találkozó, tehát amikor lehet találkozni személyesen a... Nagyon meleg van nálatok is. Ismert személyen. Mihorról simogató. Jó helyen fújdogálsz. Azt mondja, az hová szeretnél eljutni külföldre? Párizsba. Ez nyilvánvaló, szerintem. Oda, de már az már be is van tervezve. Max a Krisztályékkal együtt. Ha jönni szeretne, ha nem jön, akkor csak egyedül megy. Szerettem, Párizs. Dórival összehozlak, jó? És Párizs imádó, és akkor megyünk. Együtt kimehettek. Mi kimegyünk. Biztos Isten, hogy a vérjátok egymást onnantól kezdve, kimentek Párizsba, és így... Hát... Elkezdtem ez a... Egyébként, hogy Párizs... Van itt egy csomó izék. Ennyire dobáld már el az ékszereidet itt nálam. Ez is ilyen Párizsos. Ezt úgy rendeltem. Meg csillagos. Csak levettem, ugye, mert nem kell... Pont a csillagosat akarnám elhagyni. Meg az órámat. Az is Párizsos. Tehát annyira imádom magát Párizst, meg ugye magát a Franciaországot, hogy van is ott ismerősöm, aki volt is nálunk egy... Kb. Egy másfél hetet voltak nálunk a csajszik külföldről, és velük csak angolul tudtunk kommunikálni, és nagyon jóba lettünk, úgyhogy ha mondta is, hogy ha járok ugye Franciaországba, akkor hozzá mindenképp menjek. És hát akkor körbevezet neked. Én egyébként tényleg nagyon szívesen elmennék veled közösen bárhová külföldre, de Párizs, meg tehát a franciáktól ilyen idegázásom van. Nem tudom miért, tehát valahogy ez ilyen... Amióta az eszemet tudom, én zsigerből nem. Főleg hát, a francia nyelv. Ez ugye a kedvenc időtöltés, hát a cosplay. Meg a videózás, tehát az egyik kedvencem, ami... Szoknya vagy nadrág? Nadrág. Szoknyába kövér vagyok. Nadrágba is, de... Nadrágba is! De nem szeretem, amikor kilóg a pincs.
Kedvenc lánynév per fiúnév. Lánynév? Hát ezt nem gondolkoztam mi. Ofélia. Kira. Aki bent van. Cica. a Miharu is. Tehát az is lehetne lánynév ennyi erővel. Uh-huh. Ma magamra vettem. Tehát valami ilyesmi. Fiúnév meg halványbőgöm sincs. Tehát ezzel soha nem is gondolkoztam. Nekem... Peti Zoli. Zavar. Ugye magyar névekre? Hát, meg Olaf. Olaf. Nem húzz egy magyar neveket, tehát bármilyen név, csak most mondtam egy kicsit példát, hogy... Ja? Van bőséggel igazából nehéz a választás. Fiúnév nincs. Tehát... Nincs. Nem is gondolkozok. Majd gondolkozok rá. Azt mondja, ennyire lennék kíváncsi, mivel sokat tudok rólad. Szóval készítenél 25/50 tényt rólam videót? Aha. 25 tény rólam, vagy 50 tény rólam. És akkor elmondod a tényeket, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy. Te ezt az eredeti hajszíned. És akkor mondod, hogy hülye vagyok. Ez logikus, mert mindenki tudja, ez nem tény, ezt látják. Tehát, hogy... Na jó, de ugye a tény az, hogy kedvenc ételed ez. Ja? Hogy az, vagy... Na, majd keressünk így a neten ilyen akárhány tényes videókat, és akkor inspirálunk. Ja? Jó? Ez egy egészen jó ötlet. Nem rossz ötlet, majd meglássuk. Neked tetszik? És most jön a doboz, amit... Ja nem, ez nem az. Igen, az csak a... A nagy, nagy Nórától kaptam Budapestről. És jó alaposan le van zárva. Mi az, amit egyszer majdnem felbontottam, mert azt hittem, hogy az eBay-es cucc jött meg, és ugye azt automatikusan azonnal mondtam, hogy mondhassam neki, hogy mi jött meg az eBay-ről. Igen, mert annyit rendelek eBay-re, mint állat, tehát... A mostanság nagyon sok levél jött, tehát így... Már megint? Igen, hogy jött valami bizé, most ezt várd, most az jön, most bizé, kutyum... Volt ilyen, hogy közölte, hogy elhozhattam volna neki vasárnap a cuccokat, amikor lementünk a laborban, akkor érte ment volna és elhozta volna. De? Erre hétfőn jött egy levele, kedden jött egy levele, így eBay-es mindegyik, és akkor így mondom, jó van. Igen, gyere jött. Akkor átjössz, jó. Na, van itt még valami. Ja, nem. Az ő tudom. A saját írásával a feladó. Ja, de jó. Ezt a bagdosom ám, ez erre. Na, várjátok. Akkor vagyunk lesz a bontás, mert azt kell húzni. Milyen tokám, mert így... A tokám! Nagyon kövér vagy. Olyan tokás vagyok. Hájjá! Tudod, mi a baj? Nem. Csak. Mi a baj? Mi a probléma? Ezt kell kihúzni! Az meg van csinálva a körbe, látod? Ezt kell kihúzni! Ezt! Kihúztam. Én ezt a kis szét az egész doboz, te. Na várjál! Hogy kell ezt kiszedni? Vagyis, értem? Várja. Van sorrend esetleg? Mert... Ahogy ki is küldte? Nóra. Nagy Nóra. Nagy Nóra. Nem látok feliratot a sorrendről. Én sem. Milyen vannak Nóritól? Akkor nincs. Na jó, akkor kezdjük el így. Az ketté van, de osztva vagy. Tudod, megnézem, hogy valahol írja-e. Egyes. Először ezt a tessék. Ennyi. Tessék. Ez a négyes, akkor sorrend. Okay. Akkor van sorrend. Először ezt olvasd el. Hűha. Mi a... Oh! Az aztán ír sok írás, mert azt mondja, szia Miharu, Nóri vagyok, 11 éves, de mindjárt 12, mivel áprilisban van a születésnapom. Április-május. Akkor már volt. Akkor boldog születésnapot utólag is. Kb. 2 éve nézlek szemközti házból. Szemközti házból? Ajajajajaj! Mi van? Ez... Mi? Várjál, ez sokkoló! Lehet, hogy a szomszédod? Vagy a szomszéd épületben lakik? De várjál! Előttem van a park. Hogyha engem a szomszéd szemközti lakásból néz, abban nem lakik senki. Mert a szemközti lakás, az egy régi szálloda, vagy nem tudom már mi volt, és még nincsen felújítva, és az tök ügyes. Tehát abban nem lakott lakhat se... Ki van a szellem? Az egy szellem! Talán utca 75. Na, ez jobb. 1117 kerület. Mi? 17. kerület. Az nem lehet. Akkor nem a szemközti házból néz.
akkor az nem én vagyok, tehát... Nem én lakok ott, tehát, hogy én a nyolcadikba vagyok. Lehet, hogy csak megtépalt. Majd kiderül. Amúgy nagyon jó lenne lehet találkozni, de nem járok se konra, se playitre. Nem tetszenek a rajzok, amiket csináltam, de ha nem, az sem baj, hiszen már attól boldog vagyok, hogy elolvasod, amit neked írtam. Csomagtartalma, ajándékok, nasi, rajzok, kérdések. Utóirat. Mindegyik borítéknak van száma 1-től 5-ig. Az egyes levél, tehát ha ezt elolvastad, nézd meg a kettest, de már értelmeszerűen 1-2-3-4. Levél, rajzok, apróság. Utóirat, még egy, utóirat. Mutass egy szívet a kezeddel, ez egy dagi mókus. Utóirat, bocsánat, csúnya és helyes írásért. Nórinak. Szívecske Nórinak. Jó, akkor meg volt az egyes, aki, ő egy szellem. Bocsi, de szellem vagy. A szemközti házban nincs lakik, nem lakik senki. Kettes. Kettes, ezek a rajzok. Ami van egy nyuszika. Ja, ott egy nyuszi. Ez ilyen matrica? Matrica nyuszi. Na várj, ez le van. Te engem szivatsz. Ez szivatsz? Hova tettem az ollót? Nem tudom. Itt van az ölemben. Ja. Hova tetted az ollót? Hova tetted az ollót? Hova tetted az ollót? Várjál, hogy van ez? Na várjátok, már megint problémáim vannak. A levél kibontással. Mint általában nekem mindig a levél kibontással van a problémám. Szóval megállítottuk, hogy Nóri egy szellem. Szerintem direkt azért csomagolják be ennyire, hogy... Jaj, a cici! Kaptam egy véres szívet, tehát ő egy szellem. Én az már... Egy véres szívet. És ez egy Pikachu. Jaj, majdnem letettem a farkát, de nem. A farkára vigyázni. Így érzem magam, amikor új videót töltesz fel. Jaj, de cuki! Így izgul. És örül neki. De jó. Ez nagyon aranyos. Ez nagyon bejön. Na tudod, én az én Pikachum. Amit én rajzoltam a videóban? Na, az, ja. Az aztán... Ajaj. Jó, akkor hármas. A hármas az apróság. Ajaj, ez még porzott is. Vagy hogy van ez? Vagy rosszul csináltam. Aha! Jó van, nem tudok levelet bontani, azt akkor mi van? Jó. Ó! Karkötő! És ilyen csavaros, úgy tudom felvenni. Ugye? Uh-huh. Aha, ilyen dugattyús. Köszönöm szépen az aprószágot! Jéj! Vagy ne, de nekem nincs ilyen kicsi kezem. Hogy de, van? Elég lesz az. Elég lesz az? Na most felpróbáljuk. Megkérem a kezem. Ez az dugd össze! Dugd össze! Ezt szoroktam. Mégis van olyan kicsi kezem. Mégis rám jön. Jó. Jó van. Köszönöm szépen! A négyes boríték. Csak elrakom, hogy jó, hogy biztos helyen legyen. Ezt már nem bebiztosította. Ajaj! Megint az én... Szerintem így egy az egyben megdöntött egyet. Ez aztán... Mindenhol össze van kapcsolva, tehát ez olyan szinten be van kapcsolva. Hogy nagyon durván be van kapcsolva. Fűha, itt is van egyesket, vagy a kérdések. Nem apróztad el. Azért az... Na, íme pár kérdés, de milyen jól néz ki, ilyen szép színes. Mikor lesz feltöltve a Balatonföldvár második nap? Ja, a Szefisnél, de fel van töltve elméletileg. Vagyis én odaadtam az anyagot, tehát... Hát az már Szefi tölti fel? Igen, tehát én egybe, én egybe felnyomtam az egészet, meg van Szefinek is. Tehát, hogy van egyes, hármas, meg a kettes is elméletbe fönt van. Elméletbe. Gyakorlatban nem tudom. Miért pont kutyád van? Mert van macskám is, csak az otthon van. Mi a baj? Ja? Össze-vissza áll a sérum.
Van más állatod a Csibin kívül? Persze van. Igen, igen, van a macska. Meg volt papagáj, meg van még egy kutyám. Aha. Meg van cicám, meg volt hörcsögöm. De ugye a hörcsögök csak 2 évig élnek, tehát így logikusan már nem él szegény. De... Meg bátyám még volt a hörcsög. De ugye aztán én vigyáztam rá, és hát... Magamnak tekintem. Csinálsz majd The Forest gameplayt? Igen, azon gondolkoztam. Úgyhogy az majd szerintem lehetséges. Mi a szerencse számod? Például 3, 20 vagy 100? Hát, vagy pont. Tehát a 24 is a szerencse számom. Meg a 12. Ez a kettő, ami általában még ki is húznak a lottón. Milyen dalokat hallgatsz? Nem hallgatok. Az kell? Hát most már sokkal nincs időd. Én csak akkor hallgatom, amikor megyek valahova. Hát én ilyen cosplay-es AMB-ket, vagy ilyen összevágásokat nézek, és ami megy alatta. Tehát így teljesen random számokat. Miért pont piros a hajad? Gondolkoztál már azon, hogy átfested a hajadat a lilára vagy kékre? Kék parókát most felpróbáltam, de tök szarul áll. Igen. Az a nagyon világos kék. Az nagyon világos kék. A sötét kék esetleg jó lehet még. Mert azt tetszett, akkor bánod azt is. Csak ja. Azért kéne halasztani már így azt. Tudod, akkor vagyok a hím is. Jaj, igen. Ez a sötét kék parók, amit is. Igen, vagy lilára. Lilára nem festem át ilyen színekre. A piros az tetszik, már mert az egyik kedvenc, régi kedvenc karakteremnek az olyan színű a hajam. És azért piros. Hú, ezen is van. Jaj, ez rajzok. Jaj, de király! Ez mekkora jó már, figyeld! Tehát, és ezek kérdések, és minden kérdés, ez van valami, figyeld! Melyik a kedvenc gyümölcsöd? És akkor gyümölcsök vannak oda rajzolva. Nagyon király. Az egyik kedvenc gyümölcsöm. A licsi, az egyik. Az almát is szeretem nagyon, tehát én nem válogatok gyümölcsök közül, mert imádom mindet. A gránátalma, a szőlő, az eper, ami a hűtőben van. Én minden gyümölcsöt szeretek, a pomelót, a kakit, nem azt a kakit, csak az a neve, hogy kaki. Így kell mondani, hogy kaki. Kevésbé félrejthető. Kaki. Na, okay. Mi a kedvenc színed? És mekkora jó, nézd már, mi a kedvenc színed? És ilyen van odarajzolva. És mindig különböző színű? Tök jó. Kedvenc színem az egy a kék, a piros, a zöld. Minden színt szeretek. Élek. Még a rozsaszínt is, csak nem hordom, mert nekem nem áll jól, de egyébként azt is utálszom. Uh-huh. Mi a kedvenc kajád? És ott meg kaják vannak, tök jó. Itt van. Mi az? Nem tudom mi az, de mondjuk pizza, sült krumpli, meg nem tudom mi lenne. Tudi, ami csak is. Tudod, azt hiszem nem. Ami valami barna. Sütike. Valami ilyen süti biztosan. Szerintem. Akkor mi a kedvenc kajám? Hát a kínai kaják. Hát imádom. Vagy a japán. Tehát a sushikat szeretem nagyon. A kínai gyors kaját. A sült tésztát. Amit nagyon szeretek a csípős csirkével. Az jó a sült tészta. Mire vagy allergiás? Ez nagyon behalott. Egyébként akár eszitek, akár nem a napra, meg a vízre is. Tehát, hogy ha sokáig vagyok a víz alatt, akkor vízketek, mint az állat. De ha sokáig vagyok a napon, akkor szintén vízketek, mint az állat. Tehát a naptól is, meg a víztől is vízketek, tehát ez nem mindegy. Úgyhogy csak egy gyors tusolást tudok megejteni, meg egy gyors napozást, tehát azt el szoktam felejteni, tehát nem napozok. Úgyhogy az egyik ilyen fehér, általában. Mi? Mondja ezt ő. Mert még miért? Nézd meg. Alapozó van. Mert tudod, én fehérebb vagyok jóval. Ja. Látod, mennyivel fehérebb? Mert én éppen kimegyek a napra, amikor már ide jövök hozzád, mert ő nem jön. De hogy nem megyek, csak 50 faktoros napvédőkrémmel, napernyővel, stb. Hosszú jó ruhával. Inkább fulladok meg a sötétségbe, mint hogy leégjek. Mi a kedvenc virágod? Nincs is kedvenc virágom. Nincs kedvenc virágom. Nincs kedvenc virágom. Akkor most mi lesz? De tényleg nincsen. Én ételekbe, italokba, meg virág, meg ilyen hasonlóban nem válogatok. Tehát én mindent, hogyha kapok valakitől valamit, akkor tökre ülök. Még ha napra forgód, azt is. Mi? Tehát nincs, hogy a hózsa, a kedvenc, vagy a tulipán, vagy az orvonom. Nincs.
Minden szeret. Mi a kedvenc állatod? Az soha, még az állatokba sem állatogatok. Szeretem a kutyákat, cicákat, kígyókat. Na, a pókokat nem. Mert azért nem, mert itt tőle félek. Tehát félek tőlük. Tehát itt nagyon. Ijesztőek. Megcsíp, megdöglök. Sok lábam van. Nem, ne, még nem is undorítom, mert azt, valaki azt mondja, hogy micsoda gusztustalan, hogy van egy csomó lába, meg egy csomó szeme, de szerintem nem gusztustalanok. Nem is csúnyák. Csak félek tőlük, hogy oda jön. Redmászik és így megdöglök. Kösz. Ennyi volt. Oké, és mi volt az ötödik? A nasi. Az ötödiket, nem találkozottam, hogy ötös felirat lenne írva igazából. Tehát ja. Vagy kimaradt az ötödik, vagy nincs odaírva, vagy majd de volt a levélben, hogy nasi. Akkor kaj, az kaja. Ötös a nasi. Oh. Cukorka. Van még. De jó, bele van tömködve. Majd ezt megeszegeted szépen. Egy csomó almás, meg barackos, ilyen csomó süti, vagy sülti. Cukor. Hopsz. Köszönöm. Szeretem a cukorkákat. Ahogy egy cukorhiányom van. Ezt én most már így átadom egybe, hogy ha lesz ki belőle, mi még maradt. Ó, de jó! De most már a számozásokon túl vagyunk, úgyhogy lehet ajándékot és mondani. Igen, és ajándékok. Stresszlabda. Stresszlabda! De jó. Csak vigyázz, hogy a csibike szétszedje neked. Stresszlabda. Ez tetszik. Ez mi? Kosztató. Rock. Rózsaszín csillámos rock. Ez nagyon király. Én ezt ide fogom ide akasztani. Ilyen. Na, mennyi lennék menő vele? Ez nagyon jó. Ez tetszik. Úgyis kell a kulcsomra valami. Ó, van benne kutya. De jó, egy nagy fejű kutya. Pici kutya nagy fejjel. Tök jó, ez nagyon tetszik. Van egy hűtőmágnes? Hűtőmágnes. Merci. De jó. Hűtőmágnes. Álomfogó. Egy álomcsapda, ugye? Aha. Rossz álmokat... Igen, igen. Felteszed az ágyad fölé, és akkor elkapja a rossz álmokat. Júi, én nekem nem is volt még soha. Na, tedd fel az ágyad fölé, aztán nézzük és... meg, hogy vajon álmodsz-e majd rémeket. Ja, most úgy nézek, mint egy indián, tehát ez most nagyon jól néz. Abszolút, az indián jány. Indián jány. Köszönöm szépen. Ez nagyon... Nagyon-nagyon kreatív. Ez a csomag igazán kreatív volt szerintem. Tehát, hogy... Ez aztán oda tetted magadat rendesen. Oda bizony. Kérdésekkel, meg rajzokkal, meg levél chapter 1-jel, chapter 2-vel. Ez nagyon jó volt szerintem. Mindent egy helyre teszek vissza, azt majd megtaláljam. Úgyhogy... Majd a weboldalt megnézed. A weboldalt megnézem, ugye amiket beígértem, hogy megcsinálok, ugye azt megcsinálom. Úgyhogy meg már összefőttünk. Ja nem? Össze. Így. Még ez a trükkös, ez az íze és ez a doboz is. Így. Nem én voltam, esküszöm. Jó, hát nagyon köszönöm szépen az ajándékokat, meg a csomagokat, leveleket, kérdéseket. Ezeket mind persze hasznosra fogom, és egyébként, ha látnátok az ágyatom, és majd lesz majd kép az ágyamra, majd csinálok. Hogy így, amit öltek kapok, plusz állatokat, ajándékokat, mit tudom én, az van egy nagy dobozom, abban minden benne van, illetve amiket kapok plusz állatokat, az mind az ágyam körül van. Uh-huh. Tehát, hogy már az ágyam körül már nem is félek el. Plusz állatok. Igen. Plusz állatokkal alszok. Plusz állatok. Most ide hozza a plüssét. Igen, most muszáj a plusz állatok. Amit a másikat alapták az ilyet. De már akartam csapni rá. Majd kapsz te is. Egy szép napot. Jó, hát nagyon szépen köszönöm mindent, és szerintem úgy fogom tekinteni, mint a névnapi ajándékom, mert most volt a névnapom. Nem ma, hanem mi van ma? Csütörtök. Két napja volt, tehát a nap előtt volt a névnapom, úgyhogy ezt szerintem tekintem névnapi ajándéknak is. Most én annak fogom tekinteni, mert ez szerintem pont jó, hogy utána. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és hogy megnéztétek, és hogy mindent. Tehát, hogy és majd lesz ugye megint hamarosan nyereményjáték, ugye azt már beharangoztam az előző nyereményjátékos kihúzós videóban, hogy majd lesz, és be is mutattam, hogy milyen cukiságot fogok majd kiosztani. Meg még persze hozzá rendelek egyértelműen.
Úgyhogy köszönjük szépen mindent, és akkor hát szerintem ennyi lett volna, ugye? Hm? Jó van. Sziasztok! Akkor... Sziasztok!